Óriási viták várhatók a holnap kezdődő EU-s csúcs találkozón, ahol ismét Ukrajna katonai és pénzügyi támogatása lesz a középpontban. Magyarország decemberben megvétózta azt az 50 milliárd eurós támogatást Ukrajnának, amit az EU hitelből biztosítana. Magyarország néhány napja egy kompromisszumos megoldást is megfogalmazott, ám a hírek szerint nem akarják elfogadni. Then we will discuss about our support. Beszélnünk kell Ukrajna további támogatásáról, közölte az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Josep Borrell a védelmi miniszterek szerdai találkozója előtt hangsúlyozta, az uniónak meg kell mutatnia, hogy elkötelezett Ukrajna mellett. Ukrajnának sürgősen lőszerekre van szüksége, hogy kiegyenlíthesse az aránytalanságokat a tűzképességében. Ezt a hiányt ki kell töltenünk. Tisztáznunk kell, hogy hol tartanak a katonai támogatásra vonatkozó ígéreteink, mondta Josep Borrell. Vagyis a brüsszeli bürokraták már a csütörtökön kezdődő uniós csúcs találkozó előtt egyértelművé tették, továbbra is minden áron támogatnák Ukrajnát, azaz kitartanak a fegyverszállítások és a pénzügyi segítség mellett, akár hitelből is. Orbán Viktor a legutóbbi decemberi csúcs találkozón is próbálta meggyőzni a tagállamokat, hogy nem a közös uniós adósság a megoldás. A miniszterelnök a vétó után azt mondta, nem több pénzt, 50 milliárd eurót kell küldeni a háborúra, hanem béketárgyalásokat kellene kezdeni. A magyarok pénzét, mert hiszen ha közösen veszünk föl hitelt, akkor az a magyarok pénze is, a magyarok pénzét oda akarjátok adni a háború folytatására. Ez nem fogadható el, és hát hosszú órák vitája után, meg dögönyözés, meg győzködés, ahogy ez lenni szokott, hogy ne használjak erősebb kifejezést, azt mondtam, hogy na ez már nem. A magyar kormány néhány napja egy kompromisszumos javaslatot küldött az Európai Uniónak, ami szerint kész jóvá hagyni az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurót, ha cserébe a tagállamok garantálják, hogy minden évben döntenek arról, hogy továbbra is küldjük-e a pénzt, vagy sem. Orbán Viktor erről a francia Le Pennek azt mondta, Magyarország nem ért egyet a költségvetés módosításával, nem ért egyet azzal, hogy óriási összeget, 50 milliárd eurót kelljen biztosítani, de a kompromisszummal kész részt venni a 27-ek megoldásában. Az EU elutasítja a magyar kompromisszumos javaslatot. Erről a Reuters írta egy névtelenséget kérő magasrangú uniós tisztségviselőre hivatkozva, aki azt mondta, az évenkénti szavazás az ukrajnai kifizetés folytatásáról nem elfogadható több más tagállamnak. Közben a bürokraták és a liberális nyugati média is folyamatosan nyomást gyakorol Magyarországra. A Financial Times például arról írt, az Európai Unió egy újabb vétó esetén úgy büntethetné a magyar gazdaságot, hogy megtagadná Magyarországtól az európai kifizetéseket. Ma Ukrajnát hitelezni nem a legjobb befektetés. Előfordulhat, hogy az Ukrajnának adott kölcsönt sohasem fizeti vissza Kijev, viszont Brüsszel ennek ellenére tovább erőlteti a támogatásokat. Erről a Nézőpont intézet vezetője beszélt. Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, a bürokraták attól sem riadnak vissza, hogy az uniós források elvételével, a gazdaság tönkretételével és a szavazati jog megvonásával fenyegessék Magyarországot. Ezeket a fenyegetéseket tudomásul kell venni, regisztrálni kell, de nem szabad, hogy a magyar kormányt eltérítsék arról a pályáról, hogy ésszerű kompromisszumot akar kötni. Azért azt tegyük hozzá, hogy kicsit morálisan is értékeljük a dolgokat. Aki még hitt a jogállami mesébe, az most egyértelműen láthatja, hogy az állarc lehullik. Tehát szó nincsen már jogállamisági feltételekről, nyers erőszakról van szó a fenyegetéseknél. Mráz Ágoston Sámuel kiemelte, Magyarország egy észszerű javaslatot tett, hiszen jelenleg azt sem lehet tudni, hogy rövid távon mi lesz Ukrajna sorsa, nemhogy 4 év múlva.